Jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Péter apostol ezekkel a szavakkal bátorította az őskeresztényeket egykor, és a Szentírás tanúsága szerint így bátorítja a mai hívőket is. Ezzel a lelkülettel az Úr szeretetének üzenete hatott át az idei pünkösdöt Debrecenben. Így ünnepelték valamennyi felekezet tagjai a Szentlélek kiáradásának ünnepét. Áhítattal szólt a gyülekezeti ének a református nagytemplomban. A pünkösdi ünnepi alkalmon Besztercei András hirdetett igét. A lelkipásztor prédikációjában rámutatott, Isten elküldte közénk és feláldozta fiát, így életünk már nincs a bűnátka alatt. Az életet adó lélek pünköstkör kitöltetett számunkra, és ma is köztünk van. Pünkösd nélkül ezt nem tudnánk megérteni. Sőt, kimerem mondani, pünkösd nélkül ez a nagy templom meg sem épült volna. Pünkösd nélkül, a Szentlélek Isten jelenléte nélkül az emberek nem értették volna meg, mit jelent Krisztus értünk és Krisztus bennünk. Pünkösd nélkül, lehet bátrat mondok, de Jézus tanítása és az a kicsi közösség, az a kis gyülekezet, ami ott létrejött, pár évtized vagy évszázad múlva elsorvadt volna az üldöztetések súlya alatt. Pünkösd nélkül nem lenne egyházunk. Ezért mondjuk, hogy az egyház születésnapja is a pünkösd. És ha visszatekintünk, és a jelent is egy kicsit ide hozzuk és megvizsgáljuk, akkor azt is el kell mondani, hogy ha a Szentlélek nem munkálkodik az egyházban, az nem egyház, az csak egy intézmény. A Szentlélek teszi az egyházat élő egyházzá. A Szentlélek teszi a gyülekezetet élő gyülekezetté. A Szentlélek teszi a szolgálatot élő szolgálattá. Hála mindenható Istennek, hogy Szent Lelke által életet adott az embernek és az egyháznak. Besztercei András emlékeztetett Pál tanítására. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. A lelkipásztor szerint a test, a törvény és a halál riasztó szavak, amelyek nagy súllyal nehezednek a keresztény életekre, de nem szabad elmerülnünk az önmarcangolásban, Krisztussal ugyanis szabadon élhetünk. A pünkösd új fogalomkört teremtett. Evangélium, kegyelem és az élet. Az örömhír, a megváltás és az örök élet. Ez a mi reménységünk ezen a pünkösdön is. És hol vagyunk mi? Hol van a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk ennek az evangéliumnak a hirdetésében? Hol és mikor vállalt, és vállal ez a gyülekezet ebben missziót? Hány embert, hány felebarátot emeltünk már fel, állítottunk fel, és mondtuk neki, tekints föl! Hány embernek hirdettük már a szabadítás evangéliumát, az örömhírt? Ne aggódj, testvér, ne gyötörd magad, ne akarj görcsösen megfelelni Istennek, ne citáld napról napra a törvényt és a törvény betűit. Isten előtt már egészen másképpen állsz meg most. Nincs helye veled szemben semmilyen átoknak. Van egy új út, van egy új igazság, és van egy új élet. És merre tartunk végül? Pál apostolban is örök feszültség volt. A régi és az új. Ezt át kell élnünk a hétköznapokban. Ezt meg fogjuk tapasztalni a mindennapokban. Hiába élünk a lélek vezetése alatt.
Folyamatosan küzdenünk kell az úgynevezett óemberrel szemben. Míg a Földön élünk, ez a feszültség ott lesz. De a végső üzenet bennünk a lelke által jelenlévő Krisztus újjá teremtett minket. Sokan vágytak Isten igéjére a Szent Anna székesegyházban is. Itt Krakonperge Zoltán plébános az ünnepi szentmisén kiemelte, a Szentlélek kiárasztása arról szól, hogy a tanítványok szolgálják Isten és ember, valamint ember és ember kiengesztelődését, hogy éljünk békességben az Istennel és fele barátunkkal kiengesztelődötten, értékgyarapítóan töltsük életünket. Jelenlétünk ezen a szentmisén és hitéletünk már önmagában elbeszélése annak, ahogyan a Szent Lelket követjük, ahogyan az ő hívásának engedelmeskedünk, mert a Szent Lélek emel bennünket a csupán evilági, a csupán földi fölé. A Szent Lélek érleli meg bennünk azt az igényt, amellyel megvalljuk, nekünk túlon túl kevés, amit ez a világ lehetőségeiben felkínál nekünk. Nekünk többre van igényünk, az isteni életre van igényünk. És mindaddig, amíg az ember ezzel a benső igénnyel élő kapcsolatban marad, az élet különféle megpróbáltatásaiban nem veszhet el. A plébános hangsúlyozta, a Krisztusban hívőket éppen a Szentlélek kapcsolja össze, és a különbözőségek ellenére is foganatosítja az egységet Isten népében. Hozzátette, mindannyiuknak vannak a Szentlélektől elnyert karizmái, időt kell rá szánnunk, hogy számba vegyük őket. A Szentlélek adja át tulajdonságait annak az embernek, aki bevallja, értékeli a földit, becsüli, de nem becsüli túl, főleg az örök lét kárára. Aki szeretne helytállásával ebben a földi életben minden embernek szolgálni, de a lelkét nem akarja senkinek sem eladni, semmilyen előnyért, semmilyen kedvezményért. A másik tapasztalata a Szentléleknek közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy ő hasonlít bennünket Jézus Krisztushoz. Ő formálja ki bennünk a krisztusi jellemet. 16. Benedek pápa ezt illetően így fogalmazott, tőle idézem, a lélek az a benső erő, amely összhangba hozza a szívünket Krisztus szívével, és arra indít, hogy embertársainkat szeressük úgy, ahogyan ő szerette őket, amikor lehajolt, hogy megmossa a tanítványok lábát, s különösen, amikor mindenkiért odaadta az életét. A Szentlélek művei vagyunk. Krisztushoz kapcsolódásunk a Szentlélek tevékenységének az eredménye. És amikor nem féltjük önmagunkat, hogy Krisztus mértéke szerint szeressünk, ekkor tapasztaljuk meg, hogy a Szentlélek arra késztet minket, hogy győzzük le önmagunkat, önmagunk féltését, és azonosuljunk ezzel a lábat megmosó szeretettel. A Szentlélek kiáradását az Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékesegyházban is megünnepelték. Trost Máté görögkatolikus lelkész felidézte a pünkösd eredetét, nyomatékosítva jelentőségét a keresztény ünnepkörben. Még január végén, Zakeus vasárnapon kezdtünk készülődni húsvétnak az ünnepére. És azóta közel 4 hónap telt el. A bőjt végén láttuk Jézusnak a szenvedését, a drámát. Sokan azt gondolták akkor Jézus körül, hogy igazából vége van. Aztán jött a nagy öröm, a feltámadás, amikor azok a napok is elteltek. Akkor közülünk is sokan azt gondolták, hogy most már tényleg vége van. És ráadásul jó vége van. Feltámadás öröme, a boldogság.
Aztán 40 nap múlva megint elment Jézus. Elment Jézus vissza az atyához. És még ekkor sem lett igazából vége. Mert ma a húsvét után igazából 50 nappal Jézus és az atya elküldik a Szent Lelket. Szent Lelket, hogy megvigasztaltá tegye az apostolokat, de nem csak az apostolokat, rajtuk keresztül minket is. Jézus és az atya szándéka szerint pedig a Szentlélek tűzformájába jött el. És nem csak múlt időben lehet erről beszélni, jön el ma is. A lelkész tanításában azt mondta, a tűz mindenek előtt világít, rávilágít mindenre és megláthatjuk általa, mi igaz és mi hamis. Hozzátette, így világított az egyház is az elmúlt 2000 évben. A tanítások közül ez idő alatt egyet sem kellett visszavonni. Hála a Szentléleknek, amely fáklyaként mutatja az utat. Sőt, melegít, és nem hagyja kihunyni a bennünk élő lángot. A tűznek egy nagyon fontos tulajdonsága az, hogy terjed. Pontosabban terjed, ha alkalmas közegben van. Elég csak arra gondolnunk, hogy azon a napon, mai napon, mondhatnám így, pünkösdnek a napján, a Szentlélek hatására, igazából Péter apostolnak a szavára 3000 embert ért meg. Viszont ez egész más volt a tűz. Ez a tűzbe jövő lélek egyet nem tesz meg. Egyet nem tesz meg, hogy megéget. Nem okoz fájdalmat. Épp ellenkezőleg az imádságom mondja, hogy ő a vigasztaló. Mai nap is ezt imádkoztuk. Mennyei király vigasztaló. Az ember tragédiája, hogy Istentől elszakadva állandóan árvaságra ítéli önmagát. A lélek, Krisztus eltávozása után itt maradó embereknek, mint így fogalmazzak, árváknak a vigasztalója. Viszont miután Krisztus felment a mennybe, az evangélium tanúsága szerint az apostolokat mérhetetlen fájdalom töltött el, szomorúság, de 10 napra ráküldte nekik a Szent Lelket. A Miklós utcai templomban konfirmálással egybekötött pünkösdi istentiszteletet tartottak. Asztalos Rihárd evangélikus lelkész egy történetet idézett fel, miszerint a görög filozófus doktor Alexander Papaderos gyermekként talált egy üvegdarabot, amely a sötét helyérkelés fényt tükrözhetett. Majd férfivá érve rájött, ez annak a metaforája, mit kezdhet az életével. Jézus ugyanis azt mondta, ti vagytok a világ világossága, ez bennünket feladattal és felelősséggel lát el. Feladattal és felelősséggel lát el. Feladattal azért, hogy mi magunk is, ahogyan annak a professzornak a kezében azaz üvegdarabocska is tovább vitte a fényt, nekünk is tovább kell adnunk a fényt. Azt a fényt, amely ránk ragyogott, azt nem szabad magunknak megtartanunk, hanem tovább kell adnunk a másiknak. Tovább kell adnunk annak az embernek, aki talán bánatban van, akinek talán az életén a fellegek összesűrűsödtek, rámutatni arra, hogy nem csak nekünk adatott az a fény, hanem mi is ennek a fénynek a hordozói, és ennek a fénynek a továbbadói lehetünk. Vagy ahogyan a professzor is fogalmaz, rájöttem, hogy nem én vagyok a fény, még csak nem is vagyok fényforrás. De a fény, az igazság, a megértés és a tudás létezik, és sok sötét helyen csak akkor fog fény lenni, hogyha én magam oda tükrözöm. Milyen szép arszpoétika ez. Nem keveri bele a kereszténységet, hanem csak rámutat arra, hogy amiről Jézus beszélt, az a mi valónkban, az a mi életünkben is igazsággá és valósággá lehet. A lelkész ige hirdetésében a konfirmandusokhoz is szólt, akiknek egy prizmát ajánlott ajándékba, hogy emlékeztesse őket arra, ők is lehetnek hordozói és továbbadói a fénynek. Szeretnénk ezt nektek ajándékként odaadni. Ajándékként, hogy amikor kiteszitek a kis szobácskátokba, vagy a kis sarkocskátokba, vagy a kis tanulószobátokba, nem tudom én, akkor, hogyha rátekintettek, akkor mindig ez az élmény, mindig ez a nap, mindig ez a pillanat jusson majd eszetekbe. Talán a Biblia az majd felkerül az olvasott, vagy éppen a nem olvasott könyvek közé. Én magam is, amikor megyek
egyeseket meglátogatni otthonukban, akkor azt látom, hogy valaki forgatja, valaki már rongyosra forgatta, valaki meg megtartotta úgy, ahogy a konfirmációkor megkapta. De remélem, hogy ti nem így tesztek, és hogyha elmegyek hozzátok, akkor majd azt láthatom, hogy ti magatok is forgatjátok ezt. De ez az üvegdarab, ez a prizma emlékeztessen benneteket arra, hogy nektek is az Isten az ő egyszülött fián keresztül, amikor a keresztségben gyermekévé fogadott, és amikor most, amikor a konfirmációkor először vesztek úrvacsorát, nektek is feladatot adott. Mégpedig azt, hogy vigyétek tovább a fényt. Hogy az a fény, amely benneteket ér, az adódjon tovább. Ne akarjátok megtartani magatokra, ne akarjátok véka alá rejteni, hanem vigyétek tovább, tükrözzétek tovább olyan helyekre is, ahová nem süt be a nap, ahová nem ér be a fény, ti oda is vigyetek. Az ifjú konfirmandusok a szertartás részeként Isten színe előtt, a gyülekezet jelenlétében egyenként vallották meg hitüket, vették az Úr áldását és részesülhettek az úrvacsora közösségében. Az Új Remény Baptista gyülekezetben meghitt közös énekléssel adtak hálát. A pünkösdi ünnepi istentiszteleten a Bicskei Baptista gyülekezet alapító lelkipásztora hirdetett igét. Rácz Lajos azt mondta, a régi időkhöz képest a ma embere luxusban él, és gyakran nem is vágyik az Isten országába, mert úgy gondolja, földi mennyországban van. Ezzel együtt gondolnunk kell azokra, akiknek kevesebb van, hogy velünk örülhessenek. Az Isten úgy akarja, hogy örüljünk, hogy ünnepeljünk, hogy ne csak önmagunknak éljünk, hanem megosszuk az örömünket, az áldásunkat másokkal is, hogy ők is tudjanak örömmel ünnepelni. Tehát az ünnepek túláradók. Itt minden van az a kép, hogy túlcsorul a poharam. Tehát, hogy addig öntötték, még tele lett, és még egy kicsit ráöntöttek, hogy túlfoljon. És innen volt az, hogy amikor van neked a bőség, akkor adjál, akinek nincs. És innen lett az a hagyomány is, hogy mindig ünnepekkor végig gondolták, ismerek-e olyat, akinek nincs, hogy adjak neki. Mert ebben az igében, a pünkös törvényében benne van az is, hogy gondolj a szegényre, és gondolj a jövevényre. Tehát amikor mi keressük azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hiszen az Új Szövetségben is azt mondjuk, azt olvassuk, hogy a törvény jó, ha bár nem a törvényből igazolunk meg, de honnan tudnánk, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az Istennek tetsző, ha nem ismernénk a törvényt. Tehát a törvényből látod, hogy mi a jó, mi az, ami Istennek tetszik. Tehát amikor te akarsz ünnepelni, vagy pünkösre gondolunk, akkor ott a gyökerénél ott van az is, hogy gondolj a nincstelenre, a jövőre, és amit van, a szélét hagyd meg neki, hogy jusson neki is. Rácz Lajos rávilágított, korábban a pünköstöz hozzátartozott a 10 parancsolat ünnepe is, ami által létrejött a szövetség Isten és népe között. Mondhatnánk, hogy a pünköst, tehát az ószövetségnek az ünneplése volt, amikor Isten adta a 10 parancsolatot és a törvényeket, ezt is ünnepelték pünköskor. Megemlékeztek. És amikor arra gondolunk, hogy eljött a második pünkösd, amiről a nagy proféták is profétálnak, Ezékiel, akkor létrejön az Új Szövetség ünnepe. Az Új Szövetség ünnepe az egyház születésnapja. Amikor Isten létrehozza az új alapú szövetséget, amiben nem a törvény lesz a szövetség alapja, hanem Jézus Krisztus szenvedése, halála, és megfizető kegyelme, mert kifizette a bűneink árát. Tehát látjuk itt, hogy az Ószövetségben ott volt az igének, hogy megkaptuk az igét, a kijelentést, és ez a kijelentés lett a miénk, ez alapján tudunk élni, és ünnepelték a kijelentés által, hogy kik vagyunk, Isten népe lettünk, de az Ószövetségben benne volt az önazonosságok is, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak, és Józsefnek, meg Mózesnek, hogy elvisz bennünk az ígéret földjére, hogy szövetséget köt velünk a 10 parancsolattal és a mózesi törvények által, az
áldozatok által, és Isten az ő népévé tett. És az új szövetségben ismét létrehoz egy népet a szövetség által, és a pünkösd által lesz ez még teljesebbé. A lelkipásztor pünkösdi üzenetében megfogalmazta, az igazi áldás és ígéret ezen a földön túl volt, van és lesz is. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!